Balogh Gábor a részönkormányzat vezetője elárulta, az itelekből származó bevételt ebben az évben a temető és a ravatalozó rendbetételére fordítják. Baracskai József polgármester pedig arról beszélt, ez a rendezvény kinőtte magát, hiszen jóval a város rész határain túl is ismert, amit bizonyít, hogy ezúttal győrből is érkeztek érdeklődők. Látni és enni valóban nem volt hiány, utóbbi kategóriában a lángosok mellett, amiket két asszonycsapat sütött, kóstolhattak a vendégek például csilisbabot, vadpörköltet vagy éppen jófajta csáfordi paprikást a színpadként funkcionáló díszburkolatos téren pedig egymást váltották a Cupi Gyula vezette kanizsai gólyalábasok, Görbe Sándor erdélyi pánsípművész, a hévi színpad, végül a két zsivány zenekar, amely élőben nyomta a mulatos nótákat. A kora őszi estében olyan hangulat kerekedett, amely mindenkit magával ragadott. Táncolt ifjú és aggastján, és messzi szállt az ének a produkció közti szünetben sem unatkozott azonban a nagy érdemű. Különféle versenyek, így például sörváltó, karaoke, fagyi evő erőpróba szórakoztatta és tette próbára a vendégeket. Ezen a délutánon az is kiderült, a legjobbaknak alig 10 másodperc kell egy korsó sör legurításához. A fesztiválon, amelynek ötlete bendeimre azóta elhunyt lángos sütőmestertől és Balogh Gábortól származik, a szervezők, a támogatók jóvoltából mintegy 80 ajándékot sorsoltak ki, a programot pedig Óvári Tamás Bulia zárta.